önök magyarok millióinak hazudtak. Átverték a választóikat a migránshozással, miközben az Orbán kormány több százezer gazdasági bevándorló behívására készül, és azt is nagyon jól látjuk, hogy majd a Fidesz közeli munkaerőközvetítő cégek Degeszre fogják magukat keresni, azzal, hogy Ázsiából hozzák be a vendégmunkásokat. A legnagyobb baj az, hogy az elmúlt években csak nem 300 ezer magyar hagyta el a hazáját. Ezek az emberek azért hagyták itt Magyarországot, mert nem tudtak tisztességesen kijönni a fizetésükből. Ezek az emberek nem kaptak ingyenes szállást és ingyenes élelmezést a munkáltatóiktól, úgy, mint a vendégmunkások. Önök azonban nagyon úgy tűnik, hogy lemondtak a magyar dolgozókról. Azonban Dobrev Klára szociáldemokrata árnyék kormánya azoknak a magyar dolgozókat foglalkoztató magyar tulajdonú vállalkozásoknak adnak kizárólag állami támogatást, amelyek európai minimálbért garantálnak. És azokat a cégeket is támogatnánk, amelyek a vidéki, mély szegénységben élő, zömében roma honfitársainkat alkalmazzák. De önök inkább a külföldi vendégmunkásokat dolgoztató nagyvállalatokat pénzelik, és azt hiszem, hogy itt az ideje kimondani, hogy munkaalapú társadalom helyett vendégmunka alapú társadalmat építenek. Kérdezem hát, miniszter helyettes urat, hogy melyik külföldi kormánnyal folytatnak még egyeztetéseket vendégmunkások tömeges behozataláról, és miért nem inkább a magyaroknak adnak tisztességes fizetéseket? Várom válaszát!